Sziasztok! Vagy egyszerű. Sziasztok! Én Jana vagyok. Én pedig Dave. És most hoztunk nektek egy Pokémon Stadium játékot. Az előzőnél sajnos szép meccs volt, de kikaptam, úgyhogy most én is Jana. Igen, úgyhogy most... Nem egeres a játék mindig. Mindig elfelejtem. Mivel tudok menni? Nyilag X az igen, és a C jelne. Úristen, ezt mindig elfelejtem. Na, ha nem láttatok az előző részt, akkor nézzétek meg, ide belinkeljük. Tanulva az előző vereségből, úgy gondolom, hogy Jinx-re kell a legjobban felkészülni. Volt egy Machamp. Slowbro. Nidoking. Harcosok voltak. Biztos nem ezekkel kell menni. Harcos meg víz. Azokkal a nyilakkal. Ja, ezekkel a nyilakkal. Ezt nem mondtad. Fél éve játszik. Ó, megvan. Jó. Most már megvan. Most, hogy kiválasztottad, akkor X. Oké. Tehát akkor van nekünk mérgünk. Cserizeld. Érdemes a támadásokat nézni, mert sokszor sok jó poké nem tud olyan jól támadni. Vulpixot visszük. Van egy flamethrower-e. Nem szólok bele semmibe. Confuse Ray. Dig. A dig az jó lehet. A flamethrower is jó lehet. Beburnözheti. Confuse Ray-e meg megüti magát. Én viszem. Nem érti ezt. Nagyon jó az adat. Csak azért haladjunk, ne ezzel teljen el 6 perc. Csak megnézem, hogy mi van. Gyugong nagyon jó volt. Nekem nagyon tetszett, ahogy harcol. Elektrod milyen támadásokat tud. Felrobbanni. Jó lesz. Az első főleg harcosok volt. Chansey-vel túl lehet élni a dolgokat, úgyhogy... És Ice Beam támadása is van. Még egy tüzet kéne. Megnézzük Magmának mekkora a HP-ja. 148. Azt fog dönteni, mert még egy tüzet szeretnék vinni. Ez is. Lehet, hogy viszek Molt ezt is. De ne felejtsd el, hogy Blaine tűzedző, tehát a végén meg tűztípusúak lesznek. Értem ezt. Dragonite pedig egy multifunkcionális kis poké. Aki csak slamet meg szörföt tud. Ja. De akkor is repülő, nem hat rá például a szörf, a dig. Tehát a hat rá csak nem sokan. Earthquake. Igen, azokat területi támadások nem hatnak rá, úgyhogy ez... Így lesz. Hajrá! Reméljük, te tovább és jutsz. És akkor a Judo Boy lesz az első. Segítek, mondd, hogy miket akarsz berakni. Hogy felidézd. Ugye ezek a nyilak, ezekkel tudod. Uh-huh. És az X, C az AB. Igen. Dugong. Chansey, és Flareon. Nézzük meg először. Tadadam. Here comes the first opponent. An easy victory should be within reach. Igen, nálam láthatod, jobban hatott rá a szörf, mint az Aurora. Igen. Én is azzal akartam kezdeni. Az egeret viszont kivehetnénk a két között. Igen. Lehet, hogy hatékony lenne. Már megint. Hát igen, már ugye annak az a képesség, hogy azt hiszem sokkal nagyobb, de talán dupla akkorát sebb az, mint amit. Ez már nem sok. Hát, ha nem üt le, akkor meg. Kis fókán. Hát ezzel magát is fogja ütni. Nem.
tízet levet. Tényleg annak a negatívja, hogy magadat tudod. Hát ez... szép volt. Az első... Igen, az első az még nem annyira. De azt mondom, hogy megtanultuk a játékot, hogy nem szabad a lábát csinálni. Most egy kicsit, mint hogyha ismétlést látnánk. Az előző rész tartalmából. Igen, csak akkor volt egy macsamp is. Aurora Beam-et csináljuk rá, vagy szörföt? Bármelyik, jó, próbál most. Csinálok rá szörföt. Lenne meg ugye ott a lába folyam. Na, ez királyul levittem. Valószínű, hogy igen. Hát megvan a hátrány a harcos pokémonoknak, és hogyha erőset akarsz ütni, akkor két kör volt az kb. Hát igen, csak ez már nem lesz lehetősége. Gyorsabb is vagy. Hát azért mondom, hogy nem lesz már lehetőség. Hát nem értem, hogy csak héttel megint túl nem éri. Nem. 2-0. Nem leszünk Jolly és izé. Pam-pam számlálót lehet, hogy kirakjuk ide alulra. Mondjuk akkor nem nehéz kiszámolni, hány pam-pam lesz, mert 4 ember van, 3 pokémonnal, 4x3. Jó esetben 12 pam-pam lesz, amúgy nem hiszem, hogy jön lesz annyi. De hát, legyünk optimisták. Retikét most, nem Machamp. Megnézzük az Aurora Beam-et, hogy milyen. Te a játszol. Nem kockáztatok. Nem kockáztatok. Jó, mondjuk azért a retikét a kráncsal le tud vinni szinte, azt tudom. Jaj, de utálatos ez a poké. Nagyon utálom. Retikétet. Rototát is, de retikétet még inkább. Én szerettem, amikor a rakéta csapat behozta. Mármint ugye a Cassidy meg a Patch. Nem is emlékszem. Egyiknek volt retikétje, másiknak Prime. Nem emlékszem erre, látod? Ennyire utálom, hogy... Ez szép volt, mert ez... Hát csodás. Most jön a Psychic, mehetünk. Utána a Nerd és Blade. Csodás. Köszönöm szépen. Cinnober sziget. Hát igen, azért mondjuk a bedobja hipnót, az se lesz könnyű menet. A Polybrat is szivatos. Tüzet nem viszek. Viszont nagy eséllyel azt akartam mondani, hogy nagy eséllyel vizet is fog a hadból tenni. Chelsea-t viszont a tüzet viszek. Meg a Jinx ellen hoztad, de meg nem teszi be a Jinx-et. Hát a Jinx-et Electroda is le tudom győzni. Azt már még nézem. És... Dragonite-ot viszek. Legyen így? Próba cseleszni, megnézzük. A Dragonite a szuper effektív, a Jinx csak mondom, hogy jött el. Na, ez jó. Jó lehet. Kis kopaszból. Gyorsabb vagy. Jaj, de jó. Ez az. Oh, egy nő. Én a pampom. Johan. Hát ez nagyon-nagyon jól halad eddig. Jó, hát nekem is az első kettő szépen lement. Ez nagyon jó. Ne cserélj. Ja, a. Bocsi. És X. Mondom A és X. Kicsit elvesztettem a fonalat. Igen, hát nyilván nem emulátorral kellene hivatalosan játszani, de hát... Sajnos nincsen ilyen régi gépünk. Igen, amúgy lehet szerezni, csak hát manapság ez már rohadt drága, O11. Hyper Beam! Nem hiszem el, fel kellett volna robbanom. Viszont itt tudja, hogy a következő körben nem támad. Jaj, de jó. Ne tenderez, egy javaslat. Na, az mellé is mehet. Ne robbanj, hanem... Toxic? Swift. Az 11-et gyors támadást. Emlékszem, hogy a gyors támadás. Először én, igen, az a Swift. A gyors támadás. Nem, az mind a kettő különböző, de összemosta az anime egy idő után, ami butaságban. Én ezének. A gyors támadás, amikor Pikachu egyik helyre a másikra ugrál, a Swift az pedig, mint az Épon csinál. De úgy mondták hát, az Éponnál is, hogy gyors támadás. Mert csillagok, vagy mit mondtak volna? Igen, ez Slowpro.
Pro. 3 Bounce vagy Thunder, nem tudom melyik ötök a gyorsabb. Thunderözök, de szerintem ő lesz a gyorsabb. Nem, én vagyok a gyorsabb, azt akkor Electronnak rohadt jó a speedje. Nagyon jó. Meg kell jegyezni. Szép. Hát ez lehetlen most, de még van két pokér. Csodálatos. Te eddig jutottál? Igen. De szeretem. Láttatok a szemét? Láttatok a szemét? Azt a mindegy. Ez megért egy misét. Szent Elektrod, ki most elmentél a mennyekbe? Mi legyen? Dragonite vagy Chansey? Legyen. Chansey. Chansey. Haj, Chansey. A kis tojásos. Elnökött egy exekútor. Vagy kelteti a 10 kilós. És herpesze van, azt látod? Indíts. Mit támadunk? Thunder. Máshoz nem mondtad volna, én WH-et nyomtam volna. Kicsit sok a HP. Ez az! Ez szép volt! Büszkeség! Szép volt! Ahhoz képest, hogy még a beállítottam, csak ott... Majd meglátjuk! Hát még nem mondom, hogy le fogod nyomni Blaine-t. Magmar, Charizard, meg ilyenek lesznek. Bízzál bennem! Magmar, Charizard, Arcanine. Nördion, annak fogalmam nincs, hogy milyen volt, talán méreg típusa, nem emlékszem. Nem tudom már. Fél éve, rövid volt. Köszönjük szépen. Ó, minden. Ó, Snorlax, ó, Golem. Ilyen nagy tangos. Ó, Golem. Elmondom, mit hoz. Cloistert hoz, Makot hoz, Snorlaxet hoz. Vagy Cloistert hoz. Gólemet és Elektródot is mind felrobban. Ez a három... Tényleg ő robbangatott, emlékszem. Ez a három tippem van. Felrobbant a Gólem, Elektród... Azért ne mordi be ilyen. Jó. Úgyhogy a robbanást talán Chansey túl tudja élni. Hogyha Cloistert hoz, akkor nem jó a Flareon. A Gólemre viszont igen. Igen. Miért? Nem jó a tűz... Fordítva, ő szuper effektíve. Ja, bocs. Csak vízzel tudod a gólemet. Igen, Dugong az biztos, meg Dragonite. Mert ha mondjuk izét hoz Snorlaxet és Earthquake, vagy Golem és Earthquake, akkor az nem hat. De Stone Edge viszont szuper effektív. Nem baj, kockáztatunk. Úgyhogy Dugong, Dragonite és Chansey lesz a csaphatunk, úgyhogy csaphass! Szurkolok, mert utána jön Giovanni. Az se lesz könnyebb. Én szerintem, hogy herpeszes. Aha, Golem. Egy jós vezette bennem. Akkor én Dugonggal kezdtem volna. Viszont az Ice Beam szuper effektív. Na, akkor Ice Beam. Meg a Double Edge is, nem? Gyorsabb is vagy nála. A szikra-szikrára szuper effektív, nem? Nem, a Double Edge-es sima általános támadás. Tényleg? Ötellés. Nem vesz vele sokat. Ez viszont igen. Oh, ez nagyon jó volt. Tehát várható volt, hogy robbanás. Persze, akkor jól emlékeztem, hogy ez fel fog robbantgatni. És kritikál. Aha, az kurva. Igen, ha nem kritizett volna, akkor túléled. Azért gondoltam, hogy a Chansey jó választás, mert gondolom, az túl tud élni valami. Igen, de nem számoltunk a kritikálra. Nem baj. És most nem tudjuk típusba, kiesett a Golem, tehát a Dugong lehet, hogy nem open a legjobb. Nem baj, most Dugong jön, aztán majd lecserélem Max, ha. Ha robban. Meg Dugongnak mondja. Hát ez... Vagy szemét lesz és letánderez minket. Szerintem én cserélek most. Ne! Dragonite-ra is szuper effektív a Thunder. Tényleg már repülő, nem? Ugyanúgy lecsap, igen. Meg kell próbálnod valahogy beelőzni. Aurora Beam, Surf, melyiket? Bármelyik, egyikkel se fogjuk leütni. Jó, Aurora Beam-et nézzük. Aha, okos. Túléltem? Nagyon jó. Mondjuk egész jó a HP-ja. Gyönyörű. Nagyon tetszik ez a támadás. Most talán már Dragonite valahogy... Jaj, de gonosz fejed van. Igen. Valaki ilyen feje lenne. Ne cserélj. Nincs értelme, akkor azt is lehet. X gondolom félre jöttem. Hát... Szörfözök egyet? Hát tudsz
veszik, de hagyd, tudsz meg. Itt van minden. Úgy is gyorsabb nálam. Ha mellé vagy a Thunder, akkor jó. Sajnos nem ment mellé. Hát akkor ott van itt. Nyilván nem fogja felrobbantani, mert nem hülye. Valahogy le kell győzni. Nekem Dragonite annyira egy antipotikus állat. Hát vagy slam, vagy surf. A másik kettő nem támadás. Tudom, hogy mimikkel csak ugyanazt cserélem. Aztán, na, ró, ó! Ha túléled, akkor még jó lehet. Jó. Attól függ, mi az utolsó. Azt a videni, túléltem az Explosion-t. Igen. Na és akkor, mi a különbség az Explosion és a Self-Destruct között? Az Explosion kisebbet sebez. Hála a magasságos Istennek, hogy kisebbet sebez. Mit mondtam? Igen. Ezzel viszont Sludge Bombozni fog. És erre nyilván egyértelmű, hogy nem ők lenni kéne szerintem, hogy kiszapott. Surf. Igen. Nézzük. Gyorsabb vagy. Csak az a baj, hogy ezt szörfve nem fogjuk makkot lenni. Unkot. Unk. Unk. Igen. Nem tudsz valami csinálni. Aha, ez viszont rohadt nagyot sebez a játékban. Nem. Nem, ez kicsit sebez. Na. Hát most kockáztat. Szemet megnézzük. Hát egyet, figyelj. Nem vettél le sokat a szörfve, úgyhogy... Akkor szlemet megnézzük. A mimiknek semmi értelme, mert most ráküldesz egy méregtámadás, meg se érzi. Nem nagyon. Mellé. Hát ez... Pedig már nem akartam az elejönni. Még kétszer megpróbáljuk, ha nem, akkor szünetelünk megint ezzel. Még egyet én megpróbálok, ha nem jön össze, akkor... Pedig már annyira beleéltem magam, hogy sikerülni fog. Én sem tudom, de ezek ellen mit hozzak? Tehát... Robbanós kis izék. Na jó, ha tetszett, azért hagyjatok kommentet. Sziasztok! Pá!